Köszöntöm a nézőket, megújult a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészeti osztálya. Vendégem a köztérben Hagymási László, szülészeti osztály vezető főorvosa. Rendhagyó módon Skype-on beszélgetek vendégemmel, a járványügyi helyzetre tekintettel a vendégem nem tudott eljönni a stúdióba. Köszöntöm, főorvos úr! Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mondtam ugye, hogy megújult a szülészet, nem is akármilyen módon, nagyon modern lett. Én azt gondolom a képeket látva, hogy egy ilyen hoteli hangulatba kerül az ember, aki megérkezik most a szülészetre. A kérdésem is egyébként ehhez kapcsolódik, hogy miért volt fontos, hogy ennyire új stílusú, modern legyen a szülészet. Én néhány évvel ezelőtt szültem a szülészeten, és az is nagyon jó állapotban volt egyébként. Hát messzebbről kellene kezdenünk ezt a kérdést, hisz Magyarországon már évtizedek óta kialakult egy családközpontú szülészeti gyakorlat, aminek nem voltak meg a tárgyi feltételei. A különböző szülészeti osztályok, a különböző intézmények saját erőből ki hogyan megpróbálta megvalósítani azokat a tárgyi feltételeket, ami mindehhez kell. És a családközpontú, a családbarát szülészeti és újszülött ellátásnak az a lényege, hogy a szülőszobákat kinyissuk az édesapák számára, úgynevezett egyágyas szülőszobákat hozzunk létre. Ezekben az egyágyas szülőszobákban a házaspárok alternatív módon vajudnak, illetve szülhetnek. Ezt követően jön az aranyóra, amikor korai anya-gyermek kapcsolat érvényesül, és az újszülöttet azonnal odaadjuk az édesanyának, és az édesapával együtt ekkor születik meg egy család. És ezt követően pedig a gyermekágyas részlegen, az úgynevezett roomingines szobákban, a nap 24 órájában folyamatosan együtt lehetnek, bármikor megszoktathatja az édesanya az újszülöttet, bármikor tisztába teheti, és amikor már hazamennek, már nagyon jól ismerjük együtt, és egy nagyon összeszokott kis családként érkezhetnek haza. Hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a szülészeti osztályokon létre kellett hozni egyágyas szülőszobákat. Régen, ezért 30 évvel ezelőtt több egy szülőszobán több szülőágy is volt, és egymás mellett szültek az édesanyák, a szülőnők, és az apukákat nem lehetett bevinni a szülőszobára, nem engedtük be. Az újszülötteket nem lehetett az édesanyja mellett tartani, hanem úgynevezett központi centrális újszülött ellátás volt, 3 óránként vitték ki szoptatásra, majd ebből visszavitték. Mindenki valamilyen úton megpróbált ezt megvalósítani. Szerencsénk volt nekünk, hogy 2003-ban, amikor megépült az akkori új szülészeti osztályunk, a régi sebészeti épületek a helyén, felújításképpen, akkor már lehetőségünk volt úgy átalakítani a szülőszobákat, és úgy felújítani ezt az új szülészeti osztályt, hogy már alkalmas volt ennek a programnak a továbbfejlesztésére és megvalósítására. Akkor 4 darab egyágyas szülőszobát alakítottunk ki, és már a 2-3 ágyas roomingines kórtermeket is megvalósítottuk, és mi büszkén mutogattuk mindenütt az országba, országnézőinek, hogy milyen szép az a szülészeti osztályunk van. Ennek megfelelően dolgoztunk is a családbarát, családközpontú irányelveknek megfelelően. Ennek volt az eredménye az, hogy 2015-ben megkaptuk a UNICEF, a WHO-nak a Baba Barát Kórház címét, 2018-ban pedig a szülőnök szavazata alapján az év szülészete osztálya lettünk. Nagy öröm volt számunkra, hogy 2018-ban a magyar kormány felismerve a helyzetet, a családbaráti program keretében úgy gondolta, hogy a szülészeti osztályokat is rendbe kell tenni. A szülészeti osztályoknak az infrastruktúráját olyanná kell tenni, hogy alkalmasak legyenek mindenütt Magyarországon a családbarát szülészeti elveknek a megvalósítására. Mintegy 10 milliárd forintot költöttek el, és pályázat formájában lehetett ebben részesedni. Mi úgy gondoltuk, mert a szülészeti osztály nagyon sokan is mondták már, és akik eljöttek, milyen szép az osztályunk, és ezt nagyon is valóban így is gondoltuk, de a jót is lehet még jobban csinálni. Tehát mi maximalisták vagyunk, és arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk megmutatni, hogy valójában hogyan is kell kinézni a tökéletes szülőszobai részlegnek, és hogyan kell kinézni a gyermekágyas roomingines szobáknak. Tehát az, hogy minél barátságosabb, minél otthonosabb, minél kényelmesebb legyenek ezek a szülőszobák és a szülés után a roomingines szobák, hogy úgy érezzék az édesanyák, mikor bejönnek a szülőszobára, mintha otthon lennének. De milyen, mint egy alternatíva az otthon szüléssel szemben akarjuk ezt biztosítani. Tehát nem otthon kell megteremteni a bizonytalan szülés feltételeit,
hanem a kórházban kell megteremteni az otthon feltételeit, és a biztonságot a szülész szakma pedig ott nyújtja, a maximális biztonságot. Ezért olyan szülőszobákat tervezt álmodtunk meg, amely szinte már otthonosan nézzen ki. Tehát a bútorzatot nem a hagyományos kórházi bútorzat van benne, hanem fa bútorzat van, tervező által megtervezett bútorokat állítottunk be, függönyök vannak a szülőszobákon, vagy a barna a padozat, a természetesen a higiénikus rendszabályoknak megfelel. Tehát amikor bejön valaki a szülőszobára, nem is úgy érzi, mint a szülőszobán lenne, hanem egy kellemes kis hotel részben érkezett meg, ahol a párjával, a férjével, vagy a hozzátartozójával eltöltik, azt lehet, hogy csak 2, de lehet, hogy 10, lehet, hogy 20 órát is, hogy ott lehessenek. Ezen kívül a régi szülőszobáinkon nem voltak fürdőszobák. A folyosóval lehetett megközelíteni két szülőszobához egy fürdőszobát. Most úgy alakítottuk ki ebből a pályázati pénzből, amit megnyertünk, hogy minden szülőszobához tartozik egy külön fürdőszoba, és azok már elegánsan lett kialakítva, és a fürdőszobákban olyan zuhanyzó lehetőség van, hogy tartósan tudnak relaxálni a meleg víz alatt a kismamák. Tehát ez a szülőszoba, hogy minden feltételnek megfelel, és amikor pedig szükség van bármilyen műtéti beavatkozása a szülés követően, akkor ott a szülőszobán azt is el tudjuk végezni, akkor előkerülhetnek a műszerek, és akkor ellátjuk, amit kell. Ez a 4 szülőszobát felújítottuk, de kevés, mert mint egy 2600 szülés zajlik évente nálunk, és sorba kell állni sokszor a kismamáknak, ezért egy vajudót is létrehoztunk, ahol akik nincsenek aktív szülésbe, akkor ott tudnak elhelyezkedni, és ott tudnak várakozni, illetve obszerválni őket tudjuk. Ott is kialakítottunk külön fürdőszobát, tehát nagyon elegánsá tettük a vajudónkat is, és létrehoztunk egy úgynevezett 5. szülőszobát, ezt mi családi szülőszobának neveztük el, ami szintén hasonlóan van, még elegánsabban berendezve, és ebben a szülőszobában plusz az, hogy egy vízben vajudása, vízben szülése alkalmas, mert szülőmedencét, szülőkádat is elhelyeztünk, és a későbbiekben ebben a szülőszobában a vízben vajudás gyakorlatilag is megvalósulhat a házas pár a szülőnő együttlétével. A többi szülőszobában is lehet alternatív szülésmódokat alkalmazni, például a szülőszékes szülést is lehet alkalmazni, minden szülőszobában vásároltunk szülőszékeket is. Tehát mindenképp a szülőszobában, amikor bejönnek a kismamák, úgy jöjjenek be, hogy pozitív szülés élmény maradjon meg nekik, amikor hazamennek, hogy szívesen jöjjenek vissza ebbe a szülőszobába, és ne azt mondják, hogy ide többet nem jövök be, mert borzasztó volt. És hát ehhez társulnak a babászobák, tehát az úgynevezett rooming in szobák, amikor hazamennek a gyermekágyas, mikor vége a szülésnek, kikerülnek a szülészet gyermekágyas részlegére, hogy pedig egyágyas és kétágyas szobákat alakítottunk ki, ami már elkészült, pillanatnyilag 6 ilyen szoba készült el, mert nyilván egyszerre nem lehetett mindent elkészítenünk, és ezek a szobák szinte hotelszerűen néznek ki, ebben is nagyon kellemes profi ágyakat helyeztünk, kis ágyakat az újszülötteknek, és a legmodernebbeket, illetve a pólyázó, a fürdetőt, és külön fotelágyat is elhelyeztünk, hogyha a lehetőség lesz a látogatás, már megszűnik, hogy a hozzátartozó, hogyha bemegy az egy-egy a szobába, akkor a hozzátartozó is ott lehet az édesanyja mellett, a gyermekével együtt, mert ezekben a szobákban. Összességében mindenképp azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, hogy nagyon erőszakmentesen, nagyon barátságos környezetben szülessenek meg a családot, és boldog családként egészséges újszülöttet vigyenek haza, hisz a legfontosabb, hogy a család az minél jobban megerősödjön Magyarországon, és ezáltal úgy gondolom, mint a szülésszám is esetleg emelkedik, tehát a demográfia helyzetünkkel is, hogy picit a tudunk hozzá tudunk eljárni. Köszönöm szépen, hogy így összefoglalta, hogy mi minden található a megújult szülészeten. Egyébként mekkora volt így a tervezési szakasz? Tehát, hogy jártak-e valahol máshol kórházban, esetleg külföldön, hogy más kórházakban hogyan néz ki egy ilyen nagyon-nagyon családbarát szülészeti osztály? Hát a pályát nem most kezdtük, mert elég sokan, mint mondtam, mi az osztályunkon 20 éve a családban, mióta ide kerültem, 20 éve vezetem a szülészeti osztály, vagy azt, hogy osztály, és mióta én elkezdtem, azóta már családbarát szülészeti elvek szerint dolgozunk, én Magyarországon is, ennek az elterjesztésében nagyon sokat dolgoztam, könyvet írtam, PhD-t csináltam, és ennek megfelelően nagyon sokat külföldi kongresszusokon is jártunk természetesen, és hát meg volt hozzá elég sok tapasztalatunk, hogy hogyan kellene ezt csinálni, és éppen ezért a jól működő szülészeti osztályunk azt vezetett,
sokan mondták, hogy megálmodtuk a csodálatos dolgokat, hogy most már a maximumot hozzuk ki, amit lehet ebből, és ez úgy érzem, hogy sikerült, megfelelő 200 millió forintot nyertünk a pályázat során, és ezt kellett ebből egy részét a átalakításra, egy részét pedig műszereknek a vásárlására tudtuk fordítani, és nagyon sok segítséget kaptunk a kórház vezetésétől is, hisz itt nem, ebben a beruházásban nem csak a pályázatban közvetlen megtervezett, megálmodott dolgok valósultak meg, hanem olyan részeket is föl kellett újítanunk, ami nem volt betervezve. Mert ez ugyanis ez úgy néz ki, mint hogy egy lakásnak egy szobáját át akarjuk alakítani, mert arra megvan, amikor elkezdjük, de kiderül, hogy amikor már elkezdjük, akkor még akkor a mellette lévő folyosót is meg kell csinálni, meg a bejáratot is, meg még. Tehát itt is, amikor elkezdtük ezt a pályázati program megvalósítását, kiderült, hogy fel kell újítani a császáros műtőt is, ami hozzátartozik, kikelt az orvosi szobákat, a kisegítő részeket, és stb., amit még plusz pénz kellett, és hát ez szerencsére a kórházat támogatja az önkormányzat is, a polgármester hivatal, a Fehérvári önkormányzat is, és egy pici tervezés segítségével még többet tudtunk megvalósítani. És hogyha jól tudom, akkor már meg is történt az első szülés ezen a megújult szülészeten. Mit mondott egyébként a kismama, vagy nem tudom, hogy vannak-e már többen, hogy milyen élmény volt nekik egy ilyen megújult, modern környezetben? Ugye a pénteki nap adtuk át ünnepélyesen magát a szülőszoba részleget, a gyermekes szobákat, és gyakorlatilag tegnap a déli órákban két órakor jutottunk el arra a szintre, hogy már be tudtuk kísérni az első vajudókat, az első kismamákat, mert nagyon sok mindent kellett még megvalósítani ahhoz, hogy tökéletesen minden működjön. Hát mindenki meglepődött, aki bejött, amit meglátott, de nagyon sokan várták, hisz 10 hónapig tartott ez az építkezés. Addig soha idéglenes szülőszobán kellett dolgoznunk, nagyon nagy türelem kellett hozzá, de hát ez fenomenális volt az látni, hogy mennyire csodálatosan jól érzik magukat, és hát természetesen már tegnap meg is született az első újszülött, tehát már most már tele van, hisz ma reggel már fullig tele voltak a szülőszobák, és teljesen megy a munka folyamatosan, és hát bízom abban, hogy mindenki, hogy elérjük a célunkat, és úgy térnek haza az édesanyák, az újszülöttel, a családok, az apukákkal, hogy pozitív élménnyel és nagy élménnyel. Ugye mondta, hogy költözni kellett. Ideiglenesen hol volt a szülészet, és mi jellemezte ezt az időszakot, ezt a 10 hónapot? Mennyire volt nehezebb egy, hát nem a kialakult környezetben vezetni a szüléseket? Hát ez a szülőszoba részleget úgy kell elképzelni, hogy nem csak egy-két szobáról van szó, hanem egy nagyon több helyiségből álló komplexumról, és az egésznek a átalakítása az építkezés során csak úgy történt, tehát, hogy gyakorlatilag teljesen ki kellett költözni, le kellett hermetikusan zárni, egy külső ablakon nyitottak ajtót, és külső liften keresztül dolgoztak a szakemberek, úgyhogy ne zavarják a szülészeti ellátást, abszolút, és a szülész ugyan munka továbbra is, hogy kellett, hogy menjen, és a gyermekágyas részen, ahol eddig két-három ágyas szobák voltak, ahol az édesanyák az újszülöttökkel helyeztük el, amikor az egyik folyosóját leválasztottuk, ketté választottuk, egyik felén történtek szintén egy fallal, külsőleg tudtak szintén dolgozni a munkások, és a 6 darab szobát felújították, ezáltal ebből nem is láttunk semmit az építkezés során, és a másik részét még a szobákba alakítottuk ki a szülőszobákat. Tehát egy folyosó részlegen, ahol voltak két oldalt a szobák, vizsgálók, deszinfizálók, ott alakítottunk ki 4 darab szülőszobát, és újszülött ellátást, tehát a szakmailag tökéletesen tudtuk elvégezni a munkánkat, ami egy nehezebbé tette a helyzetet, hogy az édesapákat nem tudtuk külön folyosón mozgatni, nem tudtuk, és ezért a COVID-járvány idején, az elején nem is tudtunk hozzájárulni, nem javasoltuk, hogy a édesapák bejöjjenek ebbe az idéglenes szülőszobába, mert nagy volt a kockázat, nagy volt a veszély annak, hogy esetleg a más szülőnőket, vagy más párokat is, hogyha véletlenül pozitív vak, akkor megfertőznek. De a munkát azt maximális szakmai biztonsággal el tudtuk látni. Természetesen ez az kellett, hogy bizonyos kortán le lett zárva egy része a gyermekágyas osztálynak, és a más tehát több részből áll az osztályunk, és egy másik osztály része, ahol gyermekágyasak voltak, ott egy kicsit zsúfoltabban kellett elhelyeznünk ágyakat, hogy el tudjuk látni a kismamákat szülés után, illetve ha szükség volt, a nőgyászati osztályra is átcsoportosítottunk bizonyos feladatokat.
És akkor most a költözés már mondhatjuk azt, hogy lezajlott, ugye? Tehát, hogy most már gyakorlatilag a szülőszoba az teljesen működik. Tehát a szülőszobai részleget átadtuk, minden része működik, hál' Istennek. És most a napokban történik, hogy ahol volt idéglenesen a szülőszoba kialakítás, az körülbelül a jövő hét közepére tudjuk visszaállítani eredeti állapotába. Azt a részt is teljesen eddig használtuk, és most azt a kórháznak a műszaki osztálya fogja teljesen lebontja azt a részt, amit szülőszoba célból használtunk, és teljes kifestése kerül sor a szobáknak, a folyosóknak. És amikor ez megtörténik, akkor tudjuk lebontani azt a falat, hogy pillanatnyilag eltakarja azt a hasz szobát, ami a fotókon már látják a szülőnök, de még ma nem tudjuk használni, csak azt a jövő héten, amikor egybe tudjuk kapcsolni a két szárnyat. Ugye mondta az alternatív szülésmód lehetőségeit itt az új szülészet szülőszobákban. Mindegyik szobában egyébként van lehetőség a szülőszéke szülésre és a kádnak a használatára? Hát nem, mert 5 szülőszobánk van. Ilyen szülőkádat egy szülőszobába tudtunk behelyezni, tehát egy nagyobb tér kellett, és egy olyan helyiséget, amit eddig nem szülőszobának használtunk, alakítottunk szülőszobává, és ott tudtuk elhelyezni, mert ott ugyanúgy van szülőágy is, tehát lehet szülőágyon is szülni, meg lehet szülőkádba, a kádba is, vagy ott van szülőszoba, tehát egy nagyobb helyiség kellett. A többi 4 szülőszobában szülőkádat nem tudtunk elhelyezni, tehát egyben van ilyen lehetőség. A szülőszék, mindegyik szülőszobába vásároltunk szülőszéket, de egyik szülőszobában van beépítve egy olyan dobogó, egy ilyen lehajtatós dobogó, amit ha lehajtunk, akkor tesszük rá a szülőszéket, és azon lehet alternatív módon szülni, de ha van nagy igény van rá, meg tudjuk oldani, mert van több szülőszékünk is esetleg a többi szülőszobában is, de hát ez azért nem mindennaposak ezek a pillanatnyi kérések még. Igen, éppen gondolkodtam is rajta, mert én is már 4 gyermek szülésén vagyok túl, hogy szerintem azért nyilván könnyít egy ilyen szülőszék, mert a gravitáció segíti a szülést. Tehát az ágyban a szülés nekem egy kicsit nehéz volt, vagy nem tudom így fogalmazni. Viszont most így felbetődött bennem kérdésként, hogy a szülőszékes szülés az mennyivel, hát mondjuk, hogy veszélyesebb, vagy nem tudom, vagy az önök szempontjából, akik ott vannak orvosok, mennyivel nehezebb mondjuk egy szülőszékes szülést levezetni? Hát a szülőszékes szülés, vagy vertikális szülés, ez már több mint 20 éve vezetjük be Magyarországon, de akkor én kezdtem ezzel foglalkozni, és közöltem Magyarországon nemzetközi irodalomban is. Ez egy nagyon természetes módja a szülésnek. Hisz mindig is a évezredek alatt a nők függőleges helyzetben vajuttak, és függőleges szülőszéken, vagy valami szülőszékhez hasonló eszközön szültek meg. Ez a fiziológiás dolog, és ez egy természetes dolog, és akkor kezdett el a szülőágyon történő szülés, amikor az orvosok beléptek a szüléseknél, a segítőkész, tehát úgy mondjuk ezt, hogy mikor medikalizálódott a szülészeti ellátás. Amikor nyilván, hogy a szüléseknél voltak sok szövődmények az újszülöttnél, az édesanyánál, és hát mindig is voltak segítők, azok bábák, akik segítettek, de volt, amikor már az orvostudomány olyan szintre fejlődött. 14. Lajosnak az udvarán volt az első olyan orvos, aki segített már szülésnél, mint orvos, és akkor találták ki azt, hogy ez csak az orvos úgy tud segíteni, hogyha egy szülő egy ágyra fektetik föl a szülőnőt, és a kőmetsző helyzetbe, és akkor lehet beavatkozni. Tehát így indult el a szülőágya szülések, és ez valahogy utána, ez kényelmesebb volt az orvosoknak, kényelmesebb volt a szülőnőknek, úgy gondolták, hogy a szülésznőknek, és ez úgy így maradt a dolog. Pedig a természetes útja a függőleges testhelyzet. Ez egy nagyon fontos, hogy már a járkál, ezt is régebben nem engedtük fölkelni a szülőnőket a vajudás alatt, végigfeküdni kellett az ágyban. Tehát a vertikális szülés, vagy függőleges testhelyzet volt az első lépés, amiből felállítottak az édesanyákat, a szülőnőket a szülőszobán, vagyis járkálhattak, sétálhattak, bármilyen pozíciót felvehettek, hogy kényelmesebb legyen, hogy elviselhetőbbek legyenek a mély tevékenység által keletkezett fájdalmak, illetve ezáltal a mély tevékenység is aktívabbá, effektívebbé vált függőleges helyzetbe, hisz érvényesült a gravitáció, és kevésebb fájdalommal érték meg a vajudást. A szülőszéken pedig szintén nagyon sok előnye van a anatómiai szempontból is, függőleges testhelyzetben a medence egy olyan pozícióba kerül, ami könnyebben fog tudni a koponya áthaladni a csontos szülőcsatornán, illetve a kontrakciók is
kevesebb mélytevékenységgel könnyebben áthalad a csontos és a lábszülő csatornán és a koponya feje, és a másik előnye például, hogy gátmetszést is kevésbé kell végeznünk, hisz körkörösen létre a feszülés a hüvelynek a kimenetében, és ezáltal, ha jól tágul a gát, függőleges helyzetben gátmetszés nélkül is le lehet vezetni a szüléseket, míg fekvő helyzetben mindig a legmélyebb ponton a végbél irányában történik a nyomás, és ezért ott időnként meg kell kérdenünk a gátmetszést, hogy le legyen a sérülés. Hát és ezek a pszichológiai hatása ezeknek. Tehát a pszichológia az az érzés egy szülőnőnek, hogy ül egy szülőszéken, szembe ül vele, vagy áll egy szülésznő, vagy egy szülészorvos, vagy ott ülünk mellette a dolgokon. Egy partneri viszony, partneri kapcsolat alakul ki, nem egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ez nagyon fontos. És érzi azt, hogy ebben a szituációban neki kell megszülni a gyermekét. Mi, akik ott vagyunk, csak ezt figyeljük. A legfontosabb főszereplő a szülőnő, vagyis az édesapa, akik együtt szülnek, a pálya hátam mögött ül egy másik székbe, aki segít neki. És ez egy olyan élményt, hogy ezt ki kell használni, és ha bármi a beavatkozás van, tehát ha nem megyünk a természetben, bármikor visszamehetünk a szülő ágyra, és ott az orvosi beavatkozást elvégezhetjük. De ha a szülésnél nincsen probléma a kitolási szakban, akkor a szülőszéken könnyedén kigördül az újszülöttnek a feje, teste, és azonnal az ölbe tudjuk adni az édesanyjának, még a köldökvizsga átvágása előtt, és ölbe veszik ketten az édesanyja, az édesapa, és ez egy fantasztikus érzés, amikor a családáválás pillanatát látjuk. Ezt követően például a lepénynek a megszületése is könnyebben, gyorsabban halad, hisz jobban ki tud örülni a vér, jobban össze tud húzódni a mély, mint aminek össze kell húzódni, a lepényleválás is könnyebbé válik. Tehát nagyon-nagyon sok-sok olyan előnye van, amelyet érdemes kihasználni, de természetesen mindig ez egy alternatív mód. Tehát az édesanyák, a szülőnők saját maguk választják, hogy most fekve vajulnak, vagy jákába szülnek. Fekve szülnek, vagy pedig a szülőágyon, vagy kipakarnak próbálni a szülést, majd a vízben vajudás, később reméljük, mikor már gyakorlatot szerezünk mindjárt, akkor a vízben szülést is lesz rá lehetőség, de természetesen egy fokozatosságot meg kell tartani. Akartam éppen kérdezni ezt a vízben vajudást, hogy ez hogyan segíti egyébként a vajudás folyamatát, vagy hogyan segíti? Hát a meleg víznek, annak mindig van relaxáció hatása. Tehát ezt tapasztaljuk szülés nélkül is, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, egy jó meleg fürdőkádba beülünk, vagy elmegyünk egy wellnessbe, jó meleg vízbe, akkor nagyon jól el tudunk lazulni. A vajudás alatt egy nagy munkát fejt ki a mély izomzata. Tehát folyamatosan 2-3 percenként mély összehúzódásra van szükség ahhoz, hogy a koponya nyomása ezáltal a mélyszáj tágulását segítse. Ennélkül nem tud valaki megszülni. De most ezeket a mi összehúzódásokat különbözőképpen tudjuk megélni ennek, mint fájdalom formájában. A mi összehúzódás óhatatlanul fájdalommal jár. Azért, mint átmeneti oxigénnyelős állapotok alakulnak ki. De hogy ezt a fájdalmat ki milyen fokon éli meg, az nagyon befolyásolható. Ezt hívjuk mi pszichoprofilaxisnak. Tehát, hogy az agykéreg mennyire van ráhangolva a fájdalom érzésre, vagy mennyire van ráhangolva más érzésekre. Tehát, hogyha valaki például nem arra figyel, hogy jaj, most fájdalmat fogok kapni, fájdalmat fogok érezni, hanem egész más, észre se veszi, hogy egy kisebb fájdalom éri. Hogyha odafigyel egy zenére, például a szülőszobánkon zene hallgatása is lehetőség van. Van aromaterápia, amit nagyon kellemesen befolyásolja ezt az érzést, és hát, hogyha egy melegvizes kádba beül, és kellemesen érzi magát, akkor azok a mélytevékenység fájdalma kevesebb fájdalma éli meg, azért jobban tudja, és a két kontrakció között pedig jobban tud relaxálni, és nagyon fontos, hogy két mély összehúzódás között, két megpróbáltatás között pedig megfelelően relaxálni, hogy fölkészüljön a következő megpróbáltatásra, a következő mély összehúzódásra. Mert ezt végig kell, ezt a szülésre fölkészült tanfolyamokon, amit szintén része a családbarát programunknak, az mindig szép fölkészítjük a párokat erre a folyamatra, és ez nagyon jól működik, és különböző gyógyszerek nélkül is nagyon kellemes körülmények között tudják ezáltal a vajudás szakaszát végélni, hogy amikor jön a kitolási szak, a szülésnek az utolsó fázisa van, akkor teljes erőbedobással még tudjanak dolgozni, hisz ne elfáradjanak, ne veszítsék el a lelki és a testi kondíciójukat a kitolási szakhoz,
hanem megfelelő koncentrációval könnyedén meg tudják szülni gyermeküket. Mondta egyébként, hogy esetleg majd még az is lehetséges lesz, hogy nem csak a vízben vajudás, hanem a vízben szülés is lehetségesé válik. Az miért fontos segítség, vagy miért jó, hogyha mondjuk vízben születik meg egy baba, vagy mennyivel másabb? Az már mondjuk egészen hasonlít mondjuk egy otthon szülés, vagy egy otthoni élményhez szerintem. Hát természetesen ez egy kuriózumnak neve, ez egy kuriózum a vízbeszülés. Van egy professzorunk, aki azt mondta, hogy igazából nem halaknak születünk, hanem elégző embereknek, és nem a vízben születtek a gyermekeink. De ez mint egy kuriózum, hogyha valaki nagyon ki akarja próbálni, akkor a lehetőséget szeretünk volna megteremteni. Ennek ki fogjuk dolgozni a protokollját, ki fogjuk dolgozni a maximális biztonságos alkalmazását, és természetesen a vízben való szülés az újszülöttnek is, tehát az édesanyjának is a relaxációt biztosítja, és az újszülöttnek is a vízbe való beérkezése, hisz vízből vízbe születik a magzatvizet, átmenetileg kell egy pillanat érzése van, tehát egy pozitív érzéssel születik meg, de hát ezt el kell mondanom, hogy nem ez az, ami követendő mostan teljes életünkben, hogy mindenki úgy gondolja, hogy holnaptól mindenki vízbe fog szülni, és az egyedülálló jó dolog. Ez csak egy lehetőség, amit ki lehet lesz próbálni és alkalmazni. Ez úgy működik, ugye, hogy bemegy a szülőszobára valaki, és akkor, vagy hát őt jelezheti, hogy ő mondjuk vízben szeretne vajudni, vagy szülőszékkel szeretne szülni. Igen, hát ez úgy működik, hogy lehet előre is eltervezni a dolgokat, az a jó, hogyha valaki fölkészül a terhesség során, már a szülése, a gyermekellenes időszaka, vannak úgy lehet szülési tervek, hogy hogy szeretnék. Te lehet mondani, hogy így mehetnék, de mindig az adott pillanatban dől el, hogy ki mit szeretne. Tehát valaki lehet, hogy bejön úgy, hogy ő hogy vízbe akar szülni, de amikor bejön, akkor azt mondja, köszi, nem kérem. Vagy azt mondja, hogy szülőszéken szeretnék szülni, de amikor már vajudás közepén tart, vagy a kitolás is, akkor álljunk a szülőszék. Jaj, köszi, már most már inkább nem. Tehát azért itt nem lehet semmit előre eldönteni, hisz ez egy olyan folyamat, ami egy természetes folyamat, és közben is változnak a szituációk. Változik a hangulat, változik a lelki állapot, változik a testi erőnlét a szülés alatt, és nekünk az a feladatunk, hogy lehetőségeket biztosítsuk. A kismamának, hogy minél optimálisabban megtalálja ezt a helyzetet, ami neki legjobb, és válaszasson. Tehát például valaki bejön azáltal, hogy a szülőszének a szülni, vagy vizet, és utána mégis meggondolja magát, az semmi probléma. Tehát a lehetőséget kell megteremteni, és az adott pillanatban dől el a kismamának, melyik a legjobb. Számára is, a másik pedig szakmailag is. Mert például, hogyha valaki hiába akar szülőszéken szülni, vagy vízbe, de a terhessége szövődményes, ha problémás. Hogyha a magzatnál már van oxigénhiányos állapot, például mekkoniumos magzatvíz van, vagy például medencégű fekvésbe helyezkedik el, vagy bármi szövődmény van, akkor nem biztos, hogy ajánljuk ezt a lehetőséget, mert akkor szülőágyon segítségre van szüksége, az orvosi segítségre. Mert a szülősz, ezekben a vertikális, ezekben az alternatív szülési módokban a kismamának egyedül kell gyakorlatilag megszülni a gyermekét, és hát mi csak asszisztálunk mellette, figyeljük, és ha valami probléma van, akkor avatkozunk be. Most egyébként a járványhelyzetben mennyire lehetnek bent a férjek, párok a szülésnél, vagy a vajudásnál, vagy tehát melyik részénél mehetnek be, mondjuk így a vajudásnál is ott lehetnek, vagy csak a szülésnél? De gyakorlatilag az együttszülés, amikor egy hozzátartozó a férj, vagy bárki, vagy rokonok közül részt akar venni, ma erre lehetőség van mindenütt Magyarországon. A járvány idején alatt, ami a törvény el is hangzott, akkor is a járvány ellenére, a látogatási tilalom ellenére, a szülészeti osztályokon az együttszülésnek megvoltak a lehetőségei, tehát be lehetett a szülészeti osztályokra az édesapáknak jönni. Nálunk, mivel idéglenesen átalakítás alatt álltunk, akkor amikor aktív fázisban volt ez az egész járványkérdés tavasszal, mi nem javasoltuk, mert nagyon nagy kockázatát láttuk, és nagyon sokan ezt merre annak, hogy a hozzátartozók, és nem tudtunk még semmit, hogy mint alakulnak a dolgok, hogy abban az idéglenes szülőszobában, ahol együtt közlekedtek a hozzátartozók, a szülőnők, a személyzet, tehát itt nem tudtunk annyi izolációt megteremteni azért,
hogy ott bejöjjenek. Sajnos, ezt csak zárójelben jelzem, hogy nagyon sok támadás ért bennünket, bizonyos kis házaspárok részéről, akik ragaszkodni akartak az együttszülés, a törvénynek a hangoztatása címszó alatt, hogy ez nekik joguk van-e, de azt nem gondolták végig, hogy ez veszélyeztetik a többi szülőnőt esetleg, úgyhogy merre ezt el kell zárkóznunk tőle. Amikor megszűnt a látogatási tilalom Magyarországon, akkor mi is csökkentettük ezt a dolgot, és megoldottuk, hogy már bejöhettek az édesapák a szülésekhez. Most pedig, hogy átadtuk az új szülőszobákat, teljes lehetőséget biztosítunk arra, hogy a házaspárok együtt jöhessenek be a szülőszobára, és együtt vajudjanak is, és együtt szüljenek is. Annyi van még pluszban, hogy hát nem minden szülés zajlik le spontán szövődménymentesen, hanem valamikor a császármetszés kell elvégeznünk, és amikor a császármetszés végzünk, akkor mi a régebbi időkben megoldottuk azt, hogy az édesapákat műtőbe is be tudtak jönni, és a műtét alatt is azon alatt voltak és látták a gyermeknek a megszületését az édesanyjával együtt. Mert most, amióta a Covid-járvány van, akkor a törvény úgy szól, hogy a hozzátartozók bejöhetnek a szüléshez, pajutás alatt kitalálja meg a spontán szülésed, de a műtőbe, a császármetszéses műtőbe nem jöhetnek be. De ezt most tartani kell magunkat, tehát ha császármetszés van, akkor nem tud bejönni az édesapa, de a szülőszobára be tud jönni. Tehát egy kismár bejön a szülőszobára, bejön vele a férje, kapnak egy szülőszobát, ott elhelyezzük őket, vajudnak, ha császármetszéssel kerül sor, a szülőnőt áthelyezzük, ott van rögtön a szülőszoba melletti helyiség, a császármetszésre alkalmas műtő, elvégezzük a műtétet, közben az újszülöttet, ahogy megszületett, az édesanyának is odaadjuk, biztos, hogy már találkozom vele, utána pedig a szülőszobán van egy olyan helyiség, ahol külön kialakítottunk egy olyan sarkot, ahol az édesapa kapja meg az újszülöttet. És ameddig mi a műtétet végezzük, addig az édesapa ölében van, a lesztelen testére a szőr-szőr kontaktust tudunk biztosítani az édesapával. És az ott a fél alatt körülbelül, ameddig még a műtétet befejezzük, addig ő van a gyermekükkel, és amikor vége a műtétnek, akkor találkoznak, amikor kihozzuk a műtőből az édesanyját, és a posztoperatő őrzőbe kerülnek az édesanyja, és akkor ott is megkapja újban az édesanyja az új szülőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk így az új szülészetet. Kicsit jobban megismerhettük, hogy mik az alternatív módok itt a szülészeti osztályon. És nagyon köszönjük itt tényleg a Fejér megyeiek mindannyian szerintem, hogy egy modern, tényleg egy hoteli környezetben születhetnek meg a kisbabák. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Mi is nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják élvezni, és mind több pozitív szülés élménnyel fognak hazatérni, és ezt büszkén mondhatjuk azt, hogy ez ma Magyarországon egy példaértékű, hogy követhetik más szülészeti intézetek is, és nagyon sokan odáigazodtak el, ami elkezdtük ezt a folyamatot, és mi most mutattuk azt, hogy így kellene igazából kinézni. Egy állami kórházban, egy szülészeti intézményben, és még azt szeretném hozzátenni, hogy egy másodperc van, hogy sokan a Facebookon posztolták, hogy biztos, hogy ez egy magánklinika lesz, biztos, hogy fizetni kell érte, biztos, hogy ez akárki nem kapja meg, mindenkinek jár ez a szülőszobai ellátás, és az a gyerekágyas szobák is, amennyi most jelenleg elkészül, azt is mindenféle fizetés nélkül vehetik igénybe majd a családok. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, a köztérben Hagymási Lászlóval, a Fejér megyei Szent György Egyetem Jogtatókórház szülészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!